Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag péntek, Samstag szombat, Sonntag vasárnap. Épp most voltam kint, és a közelben Alkúdia irányában van egy hatalmas nádas. És ha száraz, meleg idő van, akkor gyakran előfordul, hogy az egész nádas ég. És pont az látható tőlünk, így a háttérben, hogy újra ég ez a nádas. Igen, most elég meleg van itt Mallorcán, 30 fok körül, sőt tegnap 30 fok fölött volt a hőmérséklet, szárazság van, és ez előidézte most ezt a tüzet. Remélem nem lesz semmi baj, senki nem fog megsérülni, és majd meglátjuk, hogy holnap mit közöl a Mallorca magazin, hogy mi lesz majd az újságban, de tőlünk látható a tűz azért. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A pénteki nap itt látható. Ez a férfi mozgásba jön, de megáll egy pillanatra. A kezében van ez az érem, odafigyel erre. Ez lehet az anyagi helyzet, vagy lehet a munkahely, hiszen ez összefügg egymással. Lehet, hogy szeretne valamit változtatni, de még nem tud dönteni. Inkább megáll egy pillanatra, elgondolkozik azon, hogy ez a döntés jó lenne, igen vagy sem. Amit az érem még jelent, ezek a belső értékek, ez persze kihat a párkapcsolatra. Lehet, hogy vannak elvárásai, hogy te értékeld őt, de majd ő is közeledni fog. Itt látható, hogy vannak nála tervek, meg ötletek, de nem tudja, hogy tudná ezt megvalósítani. Kicsit bizonytalan, hiszen nem tudja, mi történik akkor, ha egy lépést előre tesz, meg van a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Ez lehet egy munkahelyi változás, és fél attól, ha felmond a munkahelyén, elveszíti a biztonság érzetét. Itt most van egy átmeneti időszak, hiszen elhagyjátok az egyik partot, lezártok valamit a múltból, és a jövő, az új part még nem látható, ezért van itt még ez a félelem vagy bizonytalanság. A szombati nap itt látható, ha te egy hölgy vagy, választások előtt állsz. Itt az érmék jelennek meg, ez kihat a munkahelyre, ez lehet nálad is egy munkahelyi változás, vagy te is odafigyelsz az értékekre, sőt, ez itt is látható, figyeled ezt az érmét. Kicsit bizonytalan vagy, hogy mi adná most meg a biztonság érzetét, melyik irányba tekints, melyik választás lenne előnyös számodra. Itt láthatóak a kelyhek, ami jelenti az érzelmeket, hallgass a belső hangodra. És a vasárnapi nap itt látható, ez a férfi kicsit türelmetlen lett, itt pénteken még türelmes, meg várakozó, de már vasárnap szeretne egy új irányt, szeretne valamit kezdeményezni. Az lenne a fontos, hogy koncentráljon arra, ami tényleg fontos, és az legyen az irány, nem szabad elsietni a dolgokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor te hozol itt döntéseket, vagy beszélsz vele, befolyásolod őt, és akkor te adod meg az irányt, ami itt is látható, hogy lesz egy új irány. A partot még nem látjátok, ahova oda érkeztek. Ha te egy hölgy vagy, te türelmesen várakozol, meg okos döntéseket hozol, bölcs döntéseket,
a férfi az elveszítette itt a türelmét. És ez volt a hétvégi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!